Ezek a képek az egyik tolnai ház udvarán készültek. A szomszéd készítette a mellettük levő családi ház kertjében repkedő méhekről. A kaptáraktól néhány méterre lakik a család két kisgyerekkel. Az ott élők azt állítják, zavarja őket a sok fullánkos állat. Általában tavasztól őszig van, ahogy kijön a plusz fok, a 15-16 fok, a méhek elkezdenek röpülni, és onnantól kezdve baj van. Mennyi? Csipnek támadnak. Több eset volt, a sogoromat megcsipték, a páromat megcsipték, engem megcsiptek, ugye a kislányomat megtámadták, föl kellett kapják, és miközben szaladtam vele, megcsipték az államat. Akkor úgy csipték meg, hogy kellett hívni az ügyeletet, mert elkezdett zsibbadni a szám. Erre azt tanácsolta nekem, hogy ne gyűjtsem az esővizet, emeljem meg a csatornámat, és a kutyák elő vegyem el nappal az itatóvizet. Megtetted ezeket? És hogy ne gyegyek ki a gyerekeknek medencét, addig nem lesz probléma. A kutyák elő nem tudom eltenni az itatóvizet, mert azoknak inni kell. Héger Gábor párjával 3 évvel ezelőtt vásárolta meg az ingatlant, azóta sok pénzt költöttek a ház felújítására, ezért sem szeretnék eladni otthonukat. A család időközben ügyvédet fogadott és bíróságra vitte az ügyet, miután a jegyző sem tudta rendezni a helyzetet. Azt szeretnénk, hogy a méhész elvinni innen a méheit. A kisgyerekek kint vannak rendszeresen az udvaron, le lettek fotózva, a bírósági tárgyalás van per pillanat, csak hogy természetesen nem engedélyezik a képeknek a bemutatását, meg ilyesmit. Uh-huh. Ők tulajdonképpen túl van az egész spirázva, és a szülőknek a félelme gyakorlatilag rámegy a kisgyerekekre. Koller Zoltán az említett méhész száfolja, hogy a szomszédok ne tudnák használni a kertjüket. Azt mondja, amúgy sem kell tartani az ő méheitől. A méhész értetlenül áll az ügy előtt, azt mondja, minden szabályt betart, és nem tudja elvinni máshová az 5 darab kaptárját. Benne több 10 000 méhét, méhanyát. Gyakorlatilag nem tudom máshova vinni, az erdőbe van a telephelyem. Ha kiviszem ezeket a kaptárakat, ott simán el fogják lopni. Uh-huh. És ez anyanevelő telep van, hogy egy nap 3-4-szer is bele kell nyúlni a kaptárba, és az meg nem menne, hogy 10 kilométert utazom azért, hogy hozzányúljak a kaptárakhoz. Most már 4000 forint egy darab anyamé, és vannak mi anyanevelő telepek, ahol ezeket csinálják. Hát nekem ez olyan 320-400 000 forintba kerülne egy évben, ha megveszem az anyákat. De én képes vagyok arra, hogy megneveljem, mert van olyan szakmai tudásom. Uh-huh. Tehát megnevelem saját magamnak a mi anyákat is, forrók, és olyan minőségű anyákat csinálok, ami nekem jó. Koller Zoltán, miként a szomszédai, a bírósági ítéletre vár. Erre várunk, hogy a bíróság rendezze. Szerintem döntetlen lesz. Döntetlen lesz? Nem fogunk tudni, mit csinálni. Nekem ez megérhetésem gyakorlatilag, uh-huh. és egyszer nem tudok vele mit kezdeni. Egy pár éven belül úgyis abba hagyom, 2-3 éven belül abba uh-huh. fogom hagyni. Bármilyen törvény is legyen leírva, a méhésznek mindig törekedni kell a jó szomszédi viszonya. Az országban a legtöbb helyen megvan, hiszen minden lakott területünkön tartanak méheket. Ezt mondja Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályokat mindig be kell tartani, ám a jogszabály azt nem tartalmazza, mennyi méh családot tarthat egy méhész. Közintézményekhez, így iskolához, óvodához, kórházhoz nem szabad közel tenni a méheket, bizonyos méter meg van hagyva, akár tűz, nem szabad közel tenni a méheket. Pontosan az nincs szabályozva, hogy zártelkes vagy családi házas övezetben adott négyzetméter hány méter család építhető, az van szabályozva, a szomszéd telkétől például a 4 méter távolságot be kell tartani. Ha nem lehet betartani, akkor minimum 2 méter magas olyan tömör falat kell képezni, ez lehet akár egy élő sövény is különben, vagy egy nádfonat, amely a méheket felrepülésre készíti. Előfordult, hogy az egyesület vezetése ment ki helyszíni szemlét tartani, és azt javasolták a méhésznek, máshova telepítse el a méheit. Tudni kell, hogy az Európai Unióban azon kevés állatfaj közé tartoznak a méhek, amelyek nem tartozik úgynevezett állatlétszám kvóta, azaz, mivel az unió félig önellátó mézből, azt mondták a jogalkotók, hogy bárki bármennyi méhet tarthat Magyarországon, egy átlag méhén kb. 60 méh családot tart, ha mindenhol egy kaptárban, amit látunk kívülről,
egy mély család van. Magyarország azon kevés országok közé tartozik. Vannak olyan hosszú fekvő kaptáraink, hogy akár kettő mély család is lakhat benne. Egy mély családot ilyenkor júniusban, júliusban körülbelül 40-50 ezer egyed alkot. Az egyedek közül egyetlen méhanya van a kaptárban, körülbelül 500-1500 ere, azaz fiú méhecske van a kaptárban, többi pedig mind női varú dolgozó. Volt már nem egyszer olyan alkalom, hogy mi javasoltuk a méhésznek, hogy telepítse el a méheit, hiszen túl szűk helyet, túl sok mély családot tartott. Bros Péter tapasztalata szerint gyakran a szomszédok vitája mögött egyéb konfliktus húzódik meg, miként azt is sűrűn látja, hogy a vidéki élet velejáróival nem mindenki van tisztában. Tehát bizony, aki vidékre költözik, tudni kell, hogy ott élő mezőgazdaság és élő állattartás van. Hogy a tolnai szomszédok vitája hogyan végződik, azt majd a bíróság dönti el.